Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! A mai evangélium egyfajta nehézséget, kérdés hoz számunkra, ugyanakkor mégis reményt. Mielőtt meghallgatnánk, kérjük a Szent Lelket, vezessen bennünket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Szent Lélek, Úristen, kérünk, adj nekünk nyitott fület, hogy meghalljuk Isten üzenetét. Jöjj, szükségünk van rád, hogy megtérjünk és éljünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom Lukács evangéliumából a 12. fejezet 54-től az 59-ig. Ezután a tömeghez is szólt. Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok, jön az eső, és úgy is lesz. Amikor délről fúj a szél, azt mondjátok, forróság lesz, és meg lesz. Képmutatók. Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni. Ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazságos? Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíróhoz hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlözbe vessen. Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jézus valamikor konkrétan az apostolokhoz szól, valamikor azokhoz az emberekhez, akik tanítványai. Ezt a tömegnek mondja, vagyis mindenkinek. Az idők jeleiből valóban mi is olvasunk, és őszintén szólva szívesen nézzük, hogy na most milyen idő lesz, meleg, hideg, esni fog az eső, vagy éppen felhős lesz, mert fontos az időjárás. És 3 napra előre elég pontosan tudják megmondani a meteorológusok, hogy mi várható. Ugyanakkor Jézus egy másik időről beszél. Egy olyan időről, ami az üdvösségre vonatkozik. És meg kell, hogy lássuk azokat a jeleket, amelyek nem csak a földről szólnak, hanem a mennyeiről, a mennyei jelekről. Látunk ilyeneket? Pedig Jézus küld ilyen jeleket bőven, mind a személyes életünkbe, mind pedig a társadalom egészének. Mire hív bennünket Jézus? A folytatás teljesen világos. A kiengesztelődésre, a megbocsájtásra. Mert mi lenne akkor, hogyha Isten azt mondaná, hogy a mai nappal, vagy éppen holnappal vége van az életünknek. A földi életünknek. Sokkal jobban szeretem ezt a kifejezést, mert az életnek itt a földön van vége, de van folytatása. Egyértelműen tudjuk, a mennyben, vagy az örök kárhozatban. A közelmúltban 2 ismerősömnek is volt infarktusa. Az egyiket éjszaka érte, és a felesége döbbent rá, hogy óriási baj van. A másikat pedig napközben, miközben éppen melegítette volna az ételt, elvágódott. Mind a kettő infarktus kapott. Mind a kettőnek az életét még küzdenek, mert ugyan újraélesztették őket, de nem sikerült ilyen értelemben úgy visszahozni, hogy tudjanak köztünk élni, hanem kórházban vannak, mint egy ápolásra szorulva. Mi lenne, hogyha mi élnénk ugyanezt? Mi lenne, hogyha minket szólítana haza a jó Isten? Merem azt mondani, hogy haza. Ezt a két embert még nem hívta haza, még van idejük. A jó Isten tudja, hogy milyen formában készülhetnek az örök életre.
de nekünk világosan megmondja, hogy képmutatók vagyunk, ha csak a földi életben igazodunk el. Lássuk a mennyei jeleket, és Jézus elég keményen beszél, hogy lássuk, mi az igazságos, mi az igaz, a mennyei. És mi ez a mennyei, amit a földön kell megtennünk? A kiengesztelődés. És éppen ezért fel kell, hogy tegyük magunknak a kérdést. Van olyan ember, aki velem szemben nehézséget táplál? Aki nem tud esetleg feldolgozni valamit velem kapcsolatban? A napokban találkoztam egy édesapával, aki elmondta, hogy a fiával évek óta nem beszél. Az 5 éves unokáját életében 2-szer látta. Nagyon szomorú. Nem kérdeztem meg, hogy ki volt ennek az oka. Miért történt ez? Tudom, aki jobban szeret, az indul el hamarabb a másik irányába. Minket mire hív ez az ige? Van-e olyan emberem, aki nem tud nekem megbocsájtani? Aki komolyan neheztel rám? Hiszem, hogy ez az ige arra szólít, hogy induljunk el még ma, ne váljunk holnapig. És kérjük a mi Istenünknek a segítő jobbját, hogy ki tudjunk engesztelődni. Nagyon közel van minden szentek ünnepe, halottak napja, amikor kimegyünk a temetőbe, és emlékezünk azokra, akik előttünk jártak. Lehet, hogy bennünk is van feléjük meg nem bocsájtás. El tudjuk ezeket engedni? Ki tudunk engesztelődni feléjük? Ki tudunk engesztelődni másokkal? Nehéz kérdések ezek. És nem arról van szó, hogy ráléptek a lábunkra, vagy csak egyszerűen valami miért megróttak bennünket. Súlyosabb dolgokról. Isten a szeretet. Arra hív, hogy még ma kiengesztelődjünk másokkal. Kérjük ehhez Isteni segítségét, hogy a mennyei jelek arra mutassanak bennünket, hogy megtérjünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Istenünk, elismerjük azt, hogy nagyon sokszor egymást megsértjük. Nem a szeretet, hanem sokszor a gyűlölködés, a húzavona útján járunk, a békétlenség útján járunk. Kérünk, add kegyelmedet, hogy meg tudjunk bocsájtani. Add kegyelmedet, hogy nagyvonulak legyünk, mint Te. Hogy szeretők legyünk, mint Te. Add nekünk kegyelmedet, hogy a feltétel nélküli szeretet, amivel Te szeretsz, a mi szívünkben ott legyen, és el tudjunk engedni minden tartozást másoknak. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.